A baloldal pártjai lassan olcsúdnak fel a vasárnapi országgyűlési választáson elszenvedett verességből. A politikusok keresik a magyarázatot és a lehetséges kiutat, de lemondani nem akarnak. Karácsony Gergely többek között azt mondta, nem volt még választás, amit ennyire benézett volna. Míg mások továbbra is Márkizaj Pétert hibáztatják az eredményért, a jobbikban közben már elkezdődtek a kilépések. Én azt tanástalanságot javaslom most magunknak. talan mi az, amit ennyire nem értettek, és gyorsan nem is lehet megtalálni a kiutat a választási kudarcból? Összegezte a baloldali pártok vasárnapi vereségét Karácsony Gergely az ATV-ben. A főpolgármester korábban azt állította, a választást eldöntő fundamentumok az ellenzéknek kedveztek, most mégis benézte azokat. Nekem nem csak az eredményel, mint kellett megbízkodnom, mint politikus, hanem Ugye az előző civil életemben is választási előrejelzéssel foglalkoztam, és politikusként is mindig van egy van egy várakozása az embernek. És én azért 20 éve nem volt még olyan választás, amit ennyire beléztem volna. Tehát, Karácsony Gergely közölte, a listán megszerzett mandátumát visszaadja, Szabó Rebeka lesz helyette a párbeszéd parlamenti képviselője abszolút alul a várakozásokat nagyon mélyen. Kudarcként értékelte a vasárnapi eredményeket Kanász Nagy Máté is. Az LNP társelnöke miközben a baloldal közös felelősségét emlegette az M1 stúdiójában. Az újabb vereség okai közé sorolta Márkizai Péter egy személyes kampányát, másrészt pedig azt a stratégiát, amely, ahogy fogalmazott, déli kergette a leszakadó Fidesz szavazók meghódítását. Ugye nem sikerült őket megtalálni, mert nem léteznek, ellenben megteremtettük a leszakadó ellen ellenzéki szavazót. Hát ugye itt több mint 800 ezer ellenzéki szavazat tűnt el 2018-as eredményekhez képest, és ahogy mondja, valóban ennek döntő többsége vidékről tűnt el, de azért a fővárosban is voltak veszteségek ebből a szempontból. Még úgy is, hogy a fővárosban ugye nézem a friss eredményeket, gyakorlatilag egy körzet kivételével úgy néz ki, hogy minden körzetet sikeresen meg tudtunk nyerni. Egy megdöbbentően nagy vereséget szenvedtek. Most már rájöttek, hogy hát talán az emberekhez kellett volna beszélni. Miközben a Kádár program mentén politizáló Iszom a saját választási eredményét elfogadhatónak tartja. Székely Sándor a mozgalom egyik alapítója a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában azt mondta, nekik nem volt keresni valójuk egy olyan ellenzéki koalícióban, ahol a jobbik, mint korábbi szélsőjobboldali párt is képviselteti magát. Mindenki tud változni, biztos ők is változtak, de hát ők egy náci pártba vállaltan szélső pártba léptek bele, Ö, ezek a parlamenti képviselők is csomó, mint hogy most ki is derült, le is jött a kampányban, itt lendített kart, ott mondott borzasztó dolgokat, tehát Mondjam, hogy nekünk ehhez nem, nem, ehhez nem tudunk asszisztálni. Ezek a szereplők sokszor jobban gyűlölik egymást, mint mondjuk a kormánypárti politikusokat. Míg korábban volt következménye a választási bukásnak, addig most egyetlen ellenzéki párt vezetője sem ajánlotta fel a lemondását, mondta Deák Dániel. A 21. század intézet vezető elemzője az m úgy fogalmazott, a baloldal csak nem egy millió szavazót veszített el az elmúlt években. A Péter most már Péterre mutogat, mert rá a legkönnyebb értelem. Értelemszerűen Márkizai Péternek is ugye ez a katasztrofális kampánya, hogy sértegette a választókat, értelemszerűen rontotta baloldalnak a választási esélyein, de ugyanolyan felelős a buktában Márkizai Péteren kívül Jakab Péter, Gyurcsán Ferenc és Karácsony Gergely is. A választási eredmények ismeretében közben Rigla Josa Jobbik volt országgyűlési képviselője, bejelentette, kilép a pártjából és visszatér eredeti szakmájához, ápoló lesz, és nyugdíjas koráig az is akar maradni.